Lengyel László a vendégünk, a pénzügyi kutató ZRT elnök vezérigazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát nem tudjuk mással kezdeni, mint a Szájer ügye, lehet, így már olyan unja, de hát sajnos az a helyzet, hogy ez a nap híre még mindig az elmúlt napok híre, és hát úgy tűnik, hogy nagyon sok lyukat ütött a kormánypártok politikáján, lelkén, a morális megítélésén, a szavahihetőségén, szóval sok sebet ütött. Mi a vélemény erről a egész halmazról? Hát az az igazság, hogy a kormány politikán én úgy gondolom, hogy már korábban különböző botrányok ütöttek sebeket, és a Szájer ügy ennek a betetőzése. Lehet, hogy egyébként, hogy még lesznek újabb ügyek is, de én úgy gondolom, hogy kezdve Demeter Szilárd kijelentéseivel ez már egy nagyon nagy csapás volt, a legrosszabb pillanatban jött szerintem a vétóval küzdő magyar kormány számára, még akkor is, hogyha a háta mögött álltak. Ugyanúgy Dajcs Tamásnak a kijelentései, amiért aztán most bocsánatot kellett kérnie, de az még nincs befejezve. És akkor erre jön az, hogy az ereszen kell lekapaszkodnia Szájer Józsefnek, és a kormányzatnak kétségbe esett kínlódással kell elmagyaráznia, hogy ő továbbra is keresztény és konzervatív. Ez így az együtt, ez a három mondjuk nagyjából 10 nap alatt, ez sok. Ezt nem lehet egyszerre ennyit lenyelni. És láthatólag a propagandájuk se jobb, tehát ahogyan kezelik a botrányokat, az talán még sokszor botrányosabb, mint maga a botrány. Közben elmondom a műsorunk telefonszámait, ha valaki kérdezni akar Lengyel Lászlótól, 387-es, 84-es, 52-es és 387-es, 84-es, 53-as. Kérdés az ugye, hogy hogyan érinti ez az egész baj a híveket, és befolyásol-e, vagy tudom én, meggyőző lesz-e olyan embereknek, akik eddig hát kivártak, tehát nem csatlakoztak semmilyen politikai táborhoz? Hát először is a hívek, az egy külön szám, hogy mennyit tudnak. Tehát az a gyanúm, hogy a kormány propaganda kezdetben a híveket viszonylag kevés hírrel boldogította, és azok a hírek is többnyire a saját szájuk íze szerint fordították le az eseményeket. Szerintem most csak a Szájer ügyre térve, amúgy is egy homofób kampány kellős közepén voltak. Én úgy gondolom, hogy a Szájer ellen, vagy a Szájer ügy kapcsán ez csak felerősödni fog. Ez a hívekben gyanúm szerint csak felébreszti, vagy hogy úgy mondjam, megerősíti azokat a homofób érzelmeket, amelyekkel eddig is. Itt akkor ők nem képmutatásról fognak beszélni, hanem arról, hogy valójában a kormány keresztényi módon fölismerte, hogy ennek a sorainkban nincs helye, és ki kell seprűzni mindenkit, akinek bármi köze van a homoszexualitáshoz. Most ez nyilvánvaló, hogy a hívek meggyőződéssel fogják ugyanazt vallani, ahogy a migránsok esetében is, hogy titkos migránsok azok, akik itt valójában Európát ellenünk húszítják, vagy az egész sorosozás is. Hát ebben én a hívekben én nem hiszem, hogy nagyon nagy törést okozna ez, már legalábbis az elszánt hívekben. Az egy másik kérdés viszont, hogy mindazok, akik nem hívők, és persze az ellenzék oldalán sincsenek, azok számára viszont, és akkor itt egy másik ügyhalmaz, ami előjön, hogy ugye itt már létezett Borkai ügy. Itt már Rogán Antal repült helikopterrel, itt már jachton volt Széjártó Péter, itt már tulajdonképpen, amit Pokorné Zoltán urizálásnak nevezett, itt már ennek az eseteiből egy szép csokrot lehet kötni. És ezek azért úgy sorra mindenkinek eszébe jutnak. És főleg egy szegényebb országban, ahol a járvány idején emberek elvesztik a munkájukat, és közben milliárdok mennek, és a milliárdok nem látszanak, de az igen, hogy valaki egy jachton van. Itt az orgiánál is szerintem ez az, ami feltámasztja, hogy miközben mi itt a kórházban a folyosón fekszünk, az apánk, anyánk ott haldoklik, eközben ez van, na ez kínosabb.
Ez sokkal rosszabb. Nem tudom, persze ez ilyen nagyon megfoghatatlan dolog, amit kérdezni akarok, hogy tudnélik, a rendszer árasztotta magából eddig a sorozatos diadalok következtében némi joggal, meg kell mondani, azt a fölényérzetet, azt a felsőbbrendűség érzetet, hogy a rendszer megsebezhetetlen, megkarcolhatatlan. Ezt gondolom, ezt a fölényt már a rendszer fönntartói urai sem érezhetik ilyen, hát hogy mondjam, csak magabiztos módon. Az az igazság, hogy ebben viszont megint egy egész más tényező, ami miatt szerintem inkább kétségbe vannak esve. A rendszer fenntartása és ez a hihetetlen fölény, amellyel folyamatosan mentek előre, ez azon alapult, hogy Orbán Viktornak politikai értelemben mindig igaza van. És bejöttek a jóslatai, bejöttek a számításai. Az egyszerű hívők csak ámulnak, de még a nem egyszerű hívők is, és az ellenzék is rémülten látja, hogy Orbán Viktor egy teljesen esélytelen 2016-ban tényleg esélytelennek látszó Donald Trumpot győztesnek nevez, és erre megnyeri, és 4 évig kormányoz. Aztán még nem mondom végig, hogy mi mindent mondott, hogy az Európai Unió le fogja nyelni, hogy mi itt pimaszkodunk. Ezt persze ő nem így fogalmazta meg, de tény és való, az Európai Unió mindent lenyelt, és ő mindent megúszott. Tehát a hívők nyugodtan ültek, Orbán Viktor mindent elintéz. Na most azonban az elmúlt másfél évben sorban tévedett. Elnézte a dolgokat. Elvesztette az önkormányzati választásokat. Miközben maga biztosan kijelentette, hogy meg fogjuk nyerni. Aztán utána, most csak a legutolsókat mondjuk, hát a világpolitikában fölényesen mondta, hogy hát Donald Trump nyer. Most a hívők ezt szilárdan hitték, hát az lehetetlen, hogy tévedjen. Na most, amikor egyszer csak kiderül, hogy Donald Trump nem nyer, sőt bejön a Biden kabinet, és azt is azért, ha a hívők nem is tudják, de azért az biztosan látszik, hogy ez itt most nem jön jól. Aztán közli, hogy Európa velünk van, már abban az értelemben, hogy mindenütt győzni fognak a populisták. Salvinitól Le Penig. És kiderül, hogy nem győznek, az Istennek se győznek. Na most itt állsz tulajdonképpen óriási fölényben, két ország áll, Magyarország és Lengyelország, és még Lengyelország is billeg. Na most a híveknek azért ehhez most már nagyon nagy hit kell. Én ezért mondtam azt, hogy túl vagyunk Sztálingrádon, és most éppen a partra szálláson is túl vagyunk. Hogy én tudom, hogy a bunkerben mindenki boldog, boldog, de hát azért a bunker effektus az összes hívőt egy kicsit másként érinti. Miért nincs csodafegyver? Miért nem működik a rendszer? És akkor itt most elkezdenek a botrányok is gyűlni, hirtelen a botrányokkal se tud mit kezdeni. Hát azért azt, hogy 30 évig, vagy úgy mondjam, nézte nyugodtan az egyik oldalon, hogy Szájer József homoszexuálisként kettős életet éljen, másik oldalon hirtelen észre kinyílik a szeme. Ezt hát ezeket azért elő lehet adni, de ezek nagyon kellemetlenek. Ezt valaki megkérdezte, és lett nagyon egyszerű kérdés ez, de szerintem van ebben igazság, tehát, hogy ez a sokat próbált és nagyon sokszor előrelátóan gondolkodó Orbán, ez milyen meggondolásból cipelt magával 30 éven keresztül egy ketyegő bombát? Úgy értem, a saját politikai közössége ízlése szempontjából ketyegő bombát. Hogy nem tartott tőle? Én azt gondolom, hogy azzal, amit végül is megoldásként kitaláltak, nevezetesen, hogy Brüsszelben ez senkit nem érdekel. Tehát az, hogy Brüsszelben, ahol szintén mindenki tudta. Tehát az Európai Unióban, a nyugat-európai országokban homoszexuálisnak lenni, az egyáltalán nem jelent politikai kitaszítottságot, sőt, semmi se történik. Tehát itt most valljuk be, hogy ebben az ügyben, amit itt most tárgyalunk, ha egy nyugat-európai politikusról lenne szó, akkor a maximális bűne az az, hogy megsértette a szükségállapot szabályait. Ami nem szép dolog, és ezért valószínűleg tényleg le kéne mondania az ír biztosnak, Hogannek, aki valami
írországi esküvőn vett részt, ugyanígy le kellett mondania, mert ezt nem csináljuk. De ez nem olyan politikai rémtett, amelyért most itt minden helyről ki kell zárni, értékeinket nem képviseli, hát sehet, ez fel nem merülne mondjuk a CDU-ban. Hát teljesen természetes, hogy vannak a CDU politikusok között homoszexuálisok. Ez nem gond. Ez egyszerűen, sőt, éppen azt vetik most Magyarország szemére, hogy miért gond Magyarországon. Miért kellett neki titkolnia ezt Magyarországon? Ez a gond nyugat-európai szemmel, ez a gond amerikai szemmel. Miért kellett neki ezért szégyenkeznie? Miért kellett neki kettős életet élnie? Hát normális ember nem él kettős életet. Nem hazudozik erről. Igen, ez hozzá kell tennünk természetesen, hogy ezt a kettős életet ő választotta, az lehet, hogy politikai nyomásra nem coming out-olt, de hogy mondjam csak, Magyarországon létezik azért olyan politikai közösség és megítélés, amelyik ezt természetesen tartja éppünk, de Nyugat-Európában. Tehát egy liberálisnak föl se tűnik. Az is bizony, lássuk be, hogy azért, ha ezek a politikai közösségben is meghallgatjuk a coming out-olókat, tudjuk, hogy azért ez nem ugyanolyan, nem olyan könnyű, mint ahogy most az előbb elmondtam, Amerikát vagy Nyugat-Európát. Igen, tehát azért ez itt Magyarországon tényleg a helyzet olyan, hogy éppen most a magyar kormány hoz homofób intézkedéseket, amelyeket be akar venni az alkotmányba. Azért, ha egy ország erre szánja el magát, akkor ott nagyon nem könnyű valakinek ilyen vallomásokat tennie. Ezzel kapcsolatban mondta, kicsit meglepve hallottam, hogy ezt még inkább nyomni fogják, mert én azt hittem, hogy most visszariadnak ettől, tehát leállnak az alkotmánymódosítással, de önnek ezek szerint más a véleménye. Tehát épp úgy át fogják nyomni a örökbefogadás tilalmát, mint hogy ezt szándékozták. Úgy van. Én szerintem ez teljes. Ki fognak tartani mellette? Ez persze megint csak azt kell mondanom, hogy amit tulajdonképpen Orbán Viktor talán először őszintén mondta azt Angela Merkelnek, amikor a vétó kapcsán azt mondta, hogy politikai öngyilkosság lenne a visszavonulás. Igen, igaz. Ha most ez bizony politikai öngyilkosság lenne, ha most hirtelen azt mondaná, hogy ezen az alapon mi most ezt visszavonjuk, nem vonja vissza. Mert hiszen éppen most bélyegezte meg Szájer Józsefet, hogy ez bizony nem fér össze az értékeinkkel. A mi értékeink azok, amelyeket most veszünk be az alaptörvénybe. Tehát ebből a szempontból ők következetesen ki fognak mellette tartani, ha egyáltalán ki tudnak tartani a vétó mellett, és emellett a politika mellett. Tehát itt tényleg a politikai jövőjéről van szó az egész kormányzati oldalnak. Ha itt most engednek, és ebbe a Rákutcába manőverezte be magát Orbán Viktor, hogy itt, ha győz, a vétót valahogy keresztül nyomja, az is egy tragédia, mert nem jutunk pénzhez, nem fogja tudni pótolni, a választói ezt észreveszik, ebből nagyon nagy baj lesz. Tehát győzni is nagyon rossz, de ha veszít, magyarán rákényszerítik, hogy kompromisszumot kössön, és elkezdenek itt vizsgálódni, az tényleg a politikai oldalának egy akkora pofon, egyszerűen a gyengeség jele, a legfontosabb, amit Orbán Viktornak mindvégig fönn kell tartani, hogy erős vagyok. Ezért mondom, hogy még a bunkerben is, tehát amikor az utolsó puskagolyók dördülnek el a bunker fölött, akkor is meg kell hirdetnie, ezt a csatát megnyertem. Térjünk vissza Brüsszelre, ez egy pillanat, csak még egy korábbi megjegyzése. Úgy tűnik-e önnek, hogy tulajdonképpen Szájer József ügyében Magyarországon valamiképpen ilyen melegkeresés vagy melegüldözés is folyik ebben a dologban? Én szerintem ez most elő fog kerülni, az, hogy kockázati tényezőként fogják kell kezdeni, kezelni politikusok között és az apparátusokban. Tehát úgy érte, hogy nem csak a kormány oldalon? Hát én most azt kell mondanom, hogy az, hogy elkezdtek a másik oldalra mutogatni, mint hogy ez egyébként már elkezdődött, Igen. Én szerintem, mert elkezdtek mutogatni, nagy valószínűség szerint ezt egyébként különben is megtették volna. Hát végül is az, hogy alkotmányosan tiltásokat hoznak, az ebbe a kampányba illik bele. Nem, az az igazság, hogy
az Orbán rendszernek egyik nagy problémája volt, hogy tulajdonképpen, bár nagyon hatékonyan folytatja ezt a migránsozást, meg a sorosozást, de valójában nem elveszett az ellenfele. Tehát nincsenek migránsok, és Soros György, hát tudom, hogy mindenkinek jelent valamit, és ez egy titkos antiszemita kampány, de azért ezzel nem lehet igazán egy választást megnyerni. Kell ellenfél. Meg kell találni egy bűnbakot. Na most, ahogy Lengyelországban is egy aktív homofób kampány van, ott többé-kevésbé a katolikus egyház is mögé állt ennek. A Magyarországon ezzel fél szívvel, de beleállnak. Ez ugyanaz, mint ahogy nem mernek megkockáztatni egy gendert, vagy tehát egy antifeminista kampányt, de elfelé tartanak. Tehát előbb vagy utóbb, ahogy valaha szinglisztek, előbb vagy utóbb neki fognak menni a nőknek. Tehát én azt gondolom, hogy kell találni egy olyan ellenfelet, amelyet a vidéki választóik többsége úgy vesz, hogy tényleg két nagy pofont kell lehúzni ezeknek a rohadt buziknak, vagy azoknak a nőknek, akik itt ugrálnak. Hát visszaugorva most Brüsszelhez, azt nem a Orbán Viktor dönti el, hogy ő nyertes lesz, vagy vesztes, hanem az Unió. Na most az Unióról, vagy Európáról ugye ilyen visszamenőlegesen lehet, hogy igaztalanul a gyávaságaira emlékszünk a legtöbbet. Persze ez jellemző, hogy Magyarországon gondoljuk így, mert túl sokat vártunk tőle mindig is. És hát azt nem is tudta nyújtani. De mostani állapotában, mintha elszántadnak tűnne, az Unió egyik része ez a parlamentet jelenti, még mondjuk a tanács, a valóságos hatalom képviselői pontosan ugyanabban a állapotban vannak, mint korábban, a pénz érdekli őket, ilyen erkölcsi kérdések kevésbé. Legfeljebb az van, hogy mondjuk az északi államok keményebben képviselik azt az álláspontot, hogy ha a magyarok autokráciát akarnak építeni, építsenek, csak nem mi pénzünkből. És akkor körülbelül ennyi az egész. Szóval mire lehet itt fogadni? Hát ugye az az igazság, hogy valószínűleg belementek volna kompromisszumokba, a tanács bele is ment. Tehát az, amit nyár végén előállítottak, és amiben Orbán is és a Morawiecki is belement, az többé-kevésbé ez a puha megfogalmazása a jogállamiságnak, amivel lényegében nem lehetett igazán senkit kérdőre vonni. Az Európai Unióban azonban a parlament is egy valóságos hatalmi központtá nőtte ki magát, és a parlament keményebben belenyúlt a rendszerbe, és igenis a jogállamiságot komolyan vette. Ebben azért nagyon sokat számít az, hogy a parlamentben nem egyszerűen a szocialista és a liberális oldal, hanem a néppárti frakció egyike volt a legharcosabbaknak. Tehát az a Weber, akit egyébként személyesen folyamatosan gyaláz a magyar kormány, ami megint szerintem egy eszeveszett hülyeség, mert azért ez nem úgy van ám, hogy valakit lehet büntetlenül gyalázni, és ezt elfelejti. Na mindegy, szóval a néppárt is teljesen messzélességgel, és ebben azért a CDU van a háttérben, és a CSU, tehát itt nem lehet ezt félre söpörni egy Merkelnek. Azt követelték, hogy legyen jogállamiság. Na most, itt az az érdekes, hogy nem tud igazán a tanács keresztül lépni a parlamenten. Mert lehet, hogy megkötnének valamilyen kompromisszumot, de nem tudják átlépni a parlamentet, és a tetejébe felbőszítette Orbán Viktor a bizottságot is. Nem kellett volna megtámadni személyében von der Leyent, de nem ez az érdekes, mert lehet, hogy ő megbocsájt. De az, hogy a bizottság, amelyik végül is kikillotta az egésznek a technikai hátterét, óriási nehézségek árán, és itt áll dicsőségesen a csomagjával, és egyszer csak megérkezik ez a két ország, és közli, hogy vége, hát lehet látni, hogy amikor von der Leyen most a múlt héten kijelentette, hogy akkor mi 25 országgal is megcsináljuk, ezt halálosan komolyan gondolta. Na most innentől kezdve már két erős szervezet állott, és most akkor itt jön a következő, hogy a tagállamok közül, ha te vétózol, mondja az egyik oldal, hát akkor én is meg tudlak vétózni. Hát akkor a holland, most csak őket mondom, akik ebből a szemben a legkeményebbek, de Macron elnök is, a legkomolyabban közli, hogy hát én ugyan nem fogadok el egy olyan határozatot, amely ezeket itt engedi.
Tehát itt pillanatokon belül szembe találják magukat azzal, hogy nagyon kemény ellenérvek, és főleg ugye nagyon földühíti őket az, hogy az ő pénzükről egy Orbán Viktor dönt, aki a legnagyobb kedvezményezettek közé tartozik. Hát hogy jön ez ahhoz? És ugye nyíltan mondják, hogy el akarja lopni a pénzt. Tehát ők a jogállamiság kritériumban most már nagyon is beleértik azt, hogy látni akarjuk, hogy ezek mire fogják költeni. Itt van velünk egy hallgató. Jó napot kívánok! Halló. Jó egészséget kívánok a műsorvezetőnek is, Lengyel Lászlónak. Köszönjük szépen! Köszönöm a hallgatóknak, vigyázzanak magukra! Köszönöm szépen! És mi a kérdése? Ahhoz szeretnék kapcsolódni, ami Lengyel Lásznak a szakterülete is tulajdonképpen is idáig is szó volt. Nevezetesen, hogy mikor legutoljára személyesen Lászlóval találkoztunk, én azt láttam mondani, hogy a Gulyás Gergely a legveszélyesebb ember, aki most a hatalom közelében van. A Lázár már leszerepelt, a Szijjártót tették helyére, aki az uniós pénzek lopására van megbízva. Most pedig ennek a kinevezetje a Gulyás Gergely. Tehát egy fiatal, energikus, gátlástalan jó ember. Tetejében még jogász is. Na most ők meg vannak áldva, azt hiszem, mindenféle jó információval, a Lavrovtól, a Putyintól, az ottani esetleg titkosszolgálattól. Tökéletesen tudják előre, hogy mi várható mondjuk egy amerikai választások, vagy egy migrációs indulásnál. Tehát röviden a kérdésem az lenne, hogy a magyar gazdaság szempontjából a magyar uniós pénzek, és nyilván itt a jogállamiság, ott el lehetne elég röviden magyarázni jogot végzett emberkéknek, beleértve a igazságügyi miniszterhölgyet is. Elég csak a politikai jogokat, demokratikus jogokat. Igen, de ha találjunk jogokat, vissza, bocsánat, találjunk vissza a kérdés. Ilyen adásba háromszor. Aha. De mi a kérdés pontosan? Jossabb a dolog szerintem, mert nyilván a vétót nagyon hamar vissza fogja Orbán Viktor vinni, mert nem ez az érdeke. Az érdeke az most, hogy valamilyen csúszómászó módon hazajöjjön, azt elmagyarázza. A mi érdekünk pedig az, hogy itt az uniós pénzek további lopásának a csatornáit mindenképpen meg kellene akadályozni, beleértve a Gulyás, hogy mondjam, mert szinte napi tájékoztató ennek a hülyeségeit. Köszönöm szépen. A köszönjük magyar értelmiség, a magyar gazdasági értelmiség, a munkás értelmiség, az újságíró értelmiség, az értelmiségi lét próbáljon összefogni, és Orbán Viktorra szegezni ezeket az összes kérdést. Nem kell foglalkozni szerintem, és ez a kérdés, se a kormánnyal, se a kormányzat ilyen-olyan témáival. Orbán Viktorral kell, hogy elég ebből a lopásból, Orbán úr. Köszönjük szépen, és akkor hallgassuk meg, hogy Lengyel Lászlónak van erről mondani valója. Hát igen, ugye ez az az igazság, hogy éppen az előbb beszéltünk arról, hogy úgy tűnik, hogy az Európai Unió ezt megelégelte. Szerintem a magyar társadalom jelentős része is megelégelte. Itt előről kellene kezdenünk egy beszédet az ellenzékről, hogy az ellenzék állapota milyen. Tehát én megmondom egész őszintén, hogy azt hittem, hogy a vétó ellen egy, és általában az Orbánnak az őszi fellépése ellen egy koncentrált és világos támadás és programszerű ellencsapás érkezik. Az egyik ilyen, amit meg kellett volna csinálni, és sajnos ez nem sikerült, vagy nem is tudom, hogy megpróbálták-e, máshogy mindenütt az ellenzékek elkezdtek azon gondolkozni, hogy mit csinálnának ebből a pénzből. Tehát nem csak az, hogy ne lopja el, az egy mondás. És erre ki lehet találni, én például azt találnám ki, hogy az Európai Uniónak az egyik követelménye az, a jogállamiság kritériumon belül, hogy addig nem kap Magyarország egyetlen eurócentet se, amíg be nem lép az Európai Ügyészségbe. Mert onnan kezdve az Európai Ügyészség vizsgálatokat indíthat, és így tovább, és így tovább. Tehát miért nem vagyunk benne? Ez egy nagyon jogos kérdés, erre persze azt válaszolja, hogy a szuverenek vagyunk, és ezt nem akarunk belépni, de ilyen nincs. De hadd mondjam, ennél tényleg fontosabb. Mire költenénk? Mi lenne ez egy hatalmas pénz? Itt ennek programok kellenének, hogy álljanak vele szemben.
meg kell mondanom, hogy ez az, amit számon kéne kérni a kormányon. Hol vannak a programjait? Hol vannak azok a pénzek, nem a vétó, a vétót majd meglátjuk. Hol vannak azok a lebontott programok, amelyeknek alapján tudjuk, hogy te mire fogod költeni ezt a pénzt? Én látom azt körülbelül, ahogy mellettünk Szlovákiában folyamatosan számon kérik a kormányon, hogy adja elő a programját. És az próbál is programokat mondani. De ugyanígy Romániában láttam, hogy folyamatosan programokat kérnek számon a választások előtt egymáson a pártok. És minden párt próbál valamit mondani erre. Hogy konkrétan az egészségügyre ennyit, az oktatásra amannyit. Nálunk ez fel sem merül. Itt a 7 éves költségvetés indul. Óriási pénz elosztásáról van szó, és a 7 éves költségvetésről Magyarországon nincs szó. Hát ilyen nincsen. Ez szellemileg, intellektuálisan egy óriási hiányt mutat. Ez azt jelenti, hogy nem képes egyik oldal se megfelelő csomagot letenni az asztalra. Így nem lehet tárgyalni, mert most a tényleg az a gondolat az emberek, mondjuk Európából nézve, Brüsszelből, megkérdezik, jó, rendben van, értjük, Orbán Viktor, ahhoz. Na de önök mit gondolnak? Önök hogyan osztanák el ezt a pénzt? Milyen programja? Mi az önök zöld programja? Mi az önök informatikai programja? Mi az önök egészségügyi programja? Tessék mondani! Hát őszintén szóval még a vétőügyében is lehetett volna várni hát azt, hogy összeállnak. Egyedül a DK tette ezt meg, miközben a magyar miniszterelnök úgy érvel Brüsszelben, hogy mi magyarok nem szeretjük, ha beleszólnak a dolgainkba, kellene egy olyan petíciót, hogy kellett volna aláírni magyarok millióival, hogy én is magyar vagyok, de nem vagyok Orbán Viktor támogatója. Jó, de itt hát, most én tudom, hogy ebben az értelemben mennyire be van korlátozva a népszavazási program. Tehát, hogy nagyon nehéz népszavazást keresztül vinni. De hát miközben folyamatosan megkérdezzük a népet, ennél sokkal kevesebbről. Senkinek nem merült föl, hogy népszavazási kezdeményezést indítson arról, hogy szabad-e ilyen vétót benyújtani. Hát itt tényleg, amiről most pénteken beszélt Orbán Viktor, az azt jelenti, hogy elkezdte bizonygatni a Brexit alapján, hogy mennyivel jobb, ha az ember kilép. Igen. De hát ez azt jelenti, hogy emberek, ez ki fog léptetni minket az Unióból. Hát nem ez az ellenzék egyik legfontosabb feladata, hogy bizonygassa az egész magyar népnek, hogy ha kilépünk az Unióból, nekünk végünk van. És hogy ez ellen mindent meg kell tenni. Hát régóta ebben az irányban, most megint csak azt gondolom, amikor a Momentum azzal tűnt föl, hogy az olimpia ellen szervezett népszavazást, és álltak minden utcasarkon, és ezzel egy pártot tudtak csinálni, és nem merül föl ugyanez, hogy minden sátorban, amely az utcasarkon áll a Covid idején, a tesztelés mellett azt kérdezi, ki akarsz menni Európába? Orosz és kínai vakcinát akarsz? Mit akarsz te? Úgy akarsz élni, ahogy a belaruszok? Úgy akarsz élni, ahogy a moldávok? Hát ez azért talán átütött volna a hallgatás falán. Ebből a szempontból most csak azt kell mondanom, hogy Lengyelországban folyamatos, még a Covid ellenére is folyamatos tüntetések vannak. A nagyvárosok igenis fölléptek. Hát itt nincs a nagyvárosok között egy olyan fellépés, hogy azt lehetne mondani, hogy a nagy városaink Budapesttől, Szegedig, Szombathelytől, Pécsig, Miskolctól, Dunaújvárosig egymástól váltvedve közölnek egy közös programot, nem akarjuk. Kötöttek egy szövetséget, nem használják semmire. Na jó, de hát ez például, és most nem egy óriási nyilatkozatot kell itt tenni, ez egy teljesen, amit én most itt mondtam, ez körülbelül fél oldal se tesz ki. És a tetejében ez az, amit mindenki ért is. Hát csak oda kell írni a számokat. Hát még mindig itt szórakozunk azzal, hogy elhitetjük magunkkal, és sajnos még a nem kormánypárti sajtó is elkezdi mondogatni, hogy jaj, Orbán Viktor bespájzolt, fölvett hiteleket, és ő bizonygatja, hogy abból is meg lehet élni.
Hát az embernek megáll az esze. Most nem csak azért, mert a Surányi Gyuri részletesen leírta, hogy, és meg is jelent, hogy ez mekkora hülyeség, és hogy ez mennyire nem igaz, és hogy ez milyen károkat okoz, és mennyit kell erre ráfizetni. De hát tényleg, ez olyan, mintha megdicsérnénk Kádár Jánost, hogy milyen jó volt, hogy eladósította az országot. Nem, azért bocsánat, nem. Tehát ilyet a független sajtó soha, én nem emlékszem erre, hogy azt mondta volna, hogy hála Istennek Orbán eladósított bennünket. Éppen nem azt mondta, hogy hála Isten, csak elfogadta, hogy ez lehetséges. Ebbe ez a borzasztó, tehát, hogy bespájzolni lehetséges. Ez az igazi. Tehát, hogy meg lehet ezt úszni így is. Ez a baj, hogy nem lehet megúszni. Van itt egy hallgató közben, hallgassuk meg a kérdését, vagy véleményét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tessék, parancsoljon! Igen. Tatóri Tisztina vagyok. Igyekszem valahogy összetömöríteni, csak nagyon nehéz erre az egész felvetésre gyorsan és tömören reflektálni. Az egyik, hogy ugye itt az ellenzéket vettük elő ismét, hogy hát így hogy lehet az, hogy, és akkor folytathatjuk nagyon sok mindennel. Jó lenne egyszer már így igazán és komolyan számba venni, hogy egyáltalán milyen erőforrásai vannak ennek a mostani ellenzéknek, miből kell gazdálkodnia mindenféle szinten, anyagilag, szellemileg, számbelileg, mindenhogy, hogy egyáltalán mire lehet ebből jutni. Mert azért ez nem mindegy. Aztán amivel én már többször is előhozakodtam, szegény Bolgár Györgyöt szoktam ezzel ostromolni, hogy ugye a közmédia, hogy nincsen szavunk az úgynevezett magyar televízióban vagy magyar rádióban, és hogy erre kéne nagyon rámenni, és hogy ezt én nagyon hiányolom, hogy egyszerűen ez egy ilyen marginális kérdésé vált, néha valaki előjön vele, de alapvetően ez nem egy priorizált téma, holott ahhoz, hogy szavunk legyen, és hogy akár az imént elhangzott felvetések túljussanak a mi köreinken, lásd mondjuk Klubrádió, meg egy-két internetes portál, ha azt valaki követi. Tehát, hogyha ez nem történik meg, akkor nem jutunk el Balmazújvárosba, meg Bátony terenyére, meg Csornára, meg mit tudom én, hogy hova, ahol már nem fogják ezeket az adásokat, ha azok az emberek nem nézik céltudatosan az interneten az olyan portálokat, ahol mást is hallhatnak, mint az, hogy Orbán Viktor nagy és dicső. És hát kíváncsi vagyok a megoldásra, hogy a közmédiát, hogy lehetne közmédiává tenni most, de hallgassuk meg, köszönöm szépen, hallgassuk meg Lengyel Lászlót. Ez két egyébként nagyon fontos és nagyon okos kérdés. Az utóbbira csak annyit tudok mondani, hogy hát természetesen a közmédiát nem szabadna engedni, hogy ez 10 milliárddal ilyen műsorokat hozzon. De azért vegyük tudomásul, hogy, és ez az, amit az Orbán rendszer tényleg jól megszervezett, hogy nem csak, hogy a közmédiát vette a maga kezébe, hanem a média túlnyomó többségét. Tehát most, amikor beszélünk, akkor már a maradék, a romok, a legutolsó bástyákon beszélgetünk, hiszen ha 2010-ben néztünk volna körül, akkor még például Magyarország legnagyobb napilapja, Népszabadság létezett, akkor még a Magyarország legnagyobb portálja az Index, és a második az Origó, azok léteztek, és nem a kormány kezében voltak, és most csak mondtam két ilyet, de hát tudjuk a többit, hát hosszan föl tudnám sorolni, hogy a médiában micsoda foglalás történt, és az, hogy nem mondják, hát az az igazság, hogy itt ugye a reménytelenség van ebbe, hogy az Orbán rendszernek az egyik legfontosabb tulajdonsága, amiről egyébként Színási Sándor a legelején megemlékezett, hogy azzal a magabiztossággal utasítják el, hogy na és akkor mi van? A kutya ugat, a karaván halad. És most már a kutya se ugat, mert egyrészt a kutyát is beletapostuk a földbe. Tehát nincsen, nincs itt hol tiltakozni már. Újságírók sétálnak az utcán, és igen, és propaganda gépezetté vált a sajtó nagy része. És hiába, tehát mondhatjuk, én szívesen kimondom, hogy a fő kérdés a közrádió és a köztelevízió megszerzése, csak hát ez ki van zárva.
Tehát a politikai hatalom erre ügyel, hogy véletlenül se jusson senki a média közelébe. Ez az első, amit, és ezt sajnálattal mondom, de egyszerűen a realizmus mondatja velem, gondolhatja. A második pedig, amit arra mondott, hogy mennyire nincs az ellenzéknek forrása. Emberben, pénzben, igen. Erre azt kell mondom, ez teljesen igaz, és őszintén szólva én reménykedtem benne, hogy az önkormányzat bekerülésével, tehát hogy nagyvárosok lényegében önkormányzati kézbe kerültek, mégiscsak valamilyen források lesznek, amelyeknek az egységesítésével, most csak mondok egy példát, ha egységesítették volna a egyébként minimális forrásaikat az önkormányzatok, akkor igenis összehozhattak volna egy tévét, igenis összehozhattak volna egy rádiót, igenis összehozhattak volna egy portált. Ez tudom, hogy drága dolog, de ha együttesen megpróbálta volna az a 12 nagyváros plusz Budapest, nem igaz az, hogy egyiket se tudták megcsinálni. Ez egy nagyon nagy hiány, és meg is kellett volna csinálni, és még mindig meg kell csinálni. A másik oldalról most erre szomorúan a következőt mondhatom, arra, hogy nincs ember és nincsen, hát tulajdonképpen gondolat. Azért mondom szomorúan, mert már ilyen öreg vagyok. A 80-as években a Kádár rendszerrel szemben 99%-ban a Kádár rendszer kezében volt a sajtó. Az éjszakában néhány rádióműsorban, néhány tévéműsorban és a szamizdatban lehetett megszólalni. Az ellenzéknek még talán abban sem igazán. És ennek ellenére a 80-as években programok születtek, emberek születtek, akik ezeket a programokat nem egyszerűen csak írták, hanem megvalósításukon is gondolkoztak, miközben a megvalósítás reménye nagyon kicsi volt. Most én nem látom, hogy emberek, akik akkor egyébként nem csak hogy ingyen, hanem a rendőri veszéllyel szembenézve írták adott esetben a társadalmi szerződést, vagy a fordulat és reformot, ezek az emberek ma, legyenek azok fiatalok, középkorúak vagy öregek, leülnének egy asztalhoz körbe, és elgondolkoznának azon, amiről az előbb beszéltem, hogy itt van Európa végre egyszer egy Marshall tervszerű programot átnyújt Kelet-Európának. Mit csináljunk vele? Ez egy nagyon nehéz dolog, én tudom. Én elég programot szerveztem, tudom, hogy milyen nehéz. De az, hogy nem próbáljuk meg, azt nem lehet visszafordítani arra, hogy nincs pénzünk. Azt nem lehet visszafordítani arra, hogy már egy szobánk sincs. Bocsásson meg, itt van a az ellenzéknek annyia, hogy ezt nem lehet meg nem történté tenni, hogy nem tudunk kialakítani mondjuk egy ilyen típusú programot. Tulajdonképpen most a politikusokat hiányolja, vagy a magyar értelmiséget, mert amiről beszél, az a magyar szakértelmiségnek a mozgása volt akkor. Igen, meg kell mondanom, hogy ebben a vonatkozásban a szakértelmiséget legalább annyira, vagy talán még bizonyos szempontból bűnösebbnek tartom. Tehát itt ebben az bizony benne van, hogy igen, 1984-85-86-87-ben a minisztériumok fiatalabb és középkorú munkatársai valamennyien meg voltak győződve arról, hogy egy ilyen gazdasági válságban a kötelességük, a felelősségük, a családjukkal, ezzel a nyomorult kis Magyarországgal szemben, hogy megváltoztassák a rendszert. Ez a kötelességünk. Nem azért, mert ezért kapták a fizetésüket, sőt, az ellenkezőjért kapták a fizetésüket. És ennek ellenére én például most a 2200 főnyi pénzügyminisztériumban nem látom azokat az embereket, akiknek lelkiismeret furdalása volna amiatt, hogy ide jutottunk. Nem látom a Magyar Nemzeti Bankban, ahol kalandor politikát folytatnak a legdurvábban. Nem látom a Nemzeti Bankban azokat, akik fölállnak és azt mondják, eddig és ne tovább. Nem látom, fel tudom sorolni, nem látom azokban a miniszterelnökségen, hogy az előbb a Gulyás Gergely, után nem látom, most nem csak Gulyás Gergely, aki cinikus módon, mert egy okos ember tudja, hogy az egész hazugság, cinikus módon folytatja tovább, de nem az az érdekes most, hanem a beosztottak tömege,
akiknek el kéne gondolkozni, hogy ezekből az európai pénzekből mi mindent lehetne csinálni. És ehelyett mit fognak csinálni? Mert már eddig is mit csináltak? Akik nem sütik le a szemüket, amikor végigmennek a Balaton partján, és mindenütt mészáros birtokot látnak. Akik nem gondolják azt, hogy mégiscsak aljasság, hogy az egész ország arra gyűjt, hogy legyen Orbán vejének és lányának valamije. Hát így lenni ügyésznek, így lenni rendőrnek, így lenni közigazgatási embernek. Hát ez az igazság, hogy mi öregek kell, hogy programokat csináljunk, de nem nekünk kell. Hát itt 25 és 45 közöttieknek kéne éjjel-nappal ezen dolgozni. És nem dolgoznak rajta. Nem kerülnek elő. És ez nem pártpolitika. Ennek teljesen lényegtelen, hogy a pártpolitikusok mit gondolnak erről. Az a kérdés, hogy akarok egy más egészségügyet. És én nem látom a más egészségügyön dolgozókat. És itt vagyunk a járvány közepén, és mindenki tudja, hogy más egészségügyet kéne csinálni, de ezek az emberek, akik ott dolgoznak, mégse dolgoznak egy programon. És ez az, ami igen fájdalmasan érint, mert Magyarország volt ennél jobb szellemi, volt ennél jobb erkölcsi, és ennek következtében volt ennél sokkal jobb politikai állapotban. Ezért én nem a politikusokat hibáztatom, ők persze sokat tettek azért, hogy a szakértelmiségének kus legyen, mert hogy Orbán Viktorra kell tekintetüket emelniük, és fogják be a szájukat, hogyha valami okosat mondanak. Itt van velünk egy hallgató, tessék parancsolni. Jó estét, egy volt bűnös szakértelmiségi Széchenyi Árpád. Jó napot. Sok mindenben egyetértek Lengyel úrral, de azért egy dologot hozzá szeretnék tenni ahhoz, hogy a németek miért keményítenek be, és miért fognak bekeményíteni. A sértegetés az egy dolog. Nyilván személyileg egy Wörnert, egy von der Leyent, egy Merkelt megsérteni nem szép dolog, mert következmények is lehetnek. A legfontosabb az, hogy a németek ennél a 750 milliárdos csomagnál átléptek az árnyékukon. Azért ez egy komoly belpolitikai fegyvertény volt Németországban. Elfogadják azt, hogy az Európai Unió közösen vesz fel hitelt. Ugye a 2008-9-es válságban, pirodalomválságban a németek egyöntetően elutasították ezt, mind az SPD, mind a CDU, és most belementek abba, hogy nem egészen ugyanabban a konstrukcióban, de egy hasonló, teljesen átfogó uniós kötelezettségvállás mögötte legyen ennek a hitelfelvételnek. És az Orbán a vétóval ezzel megy szembe. Na ez az, ami megbocsáthatatlan a német politika szemében, és emiatt szerintem így vagy úgy meg fogják oldani. Tehát, hogyha az Orbán vétózik, szerintem blöfföl, akkor meg fogják kerülni. Mert ez a német politikának kulcskérdése. Azért, hogy az eurozónát tovább tudják erősíteni, és a pandémia után ki tudjanak lábalni. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönjük szépen. Nagyon igaza van. Komolyan mondom, hogy teljesen igaza van, és valóban a német politika egyik legforradalmibb lépése volt ez a döntés, a Merkelé egyébként, aki szerintem azért mert ezt meghúzni, mert tudja, hogy nem fog elindulni, és az újraválasztásáért nem kell küzdenie. De ez most mindegy. Németország eldöntött valamit, hogy tulajdonképpen hajlandó részt venni Európa kimentésében, és ez egy nagyon nagy dolog. Én még egyet mondanék, ha már a gazdasági érvelésnél tartunk, és igaza van abban is, hogy a személyes sértegetések azok lehet, hogy leperegnek. A másik, amit biztos, hogy nem tettem volna Orbán Viktor helyébe, hogy a Donald Trump mellé állásával lényegében egyértelművé tette, hogy a Donald Trump fő ellenségeként számon tartott német autóipart meg lehet támadni. Azért gondoljuk el, hogy az Audinak, a BMW-nek, a Mercedesnek a legnagyobb ellensége a világon Donald Trump volt. Nem a kínaiak, nem az oroszok, hanem Donald Trump. És szerintem akkor... az amerikaiaknál egy másik stratégiai hibát is elkövetett, mégpedig az Ukrajnával kapcsolatos politika. Az egy másik kérdés, hogy Európa nem ért egyet az ukránok NATO tagságával, vagy sokan nem értenek egyet. De ez a fajta rendkívül kekett
destruktív hozzáállás Ukrajnához az amerikaiaknál sokkal fontosabb volt, mint és a Biden személyben sokkal fontosabb lesz, és akkor már nem is beszélek a Biden fia ügyének felemlegetéséről, mint többi más. Tehát azért egy ilyen kis ország Amerikával és Európával szemben, azon belül vezető hatalommal, Németországgal szemben, ez sok jóra nem vezet. Igaza van. Ez teljesen így van. Én csak azt akartam ebből kihozni, hogy azok a német autógyárak, amelyek mögötte álltak, és valljuk be, hogy az engedményes politikának leginkább ők voltak az elintézői, Merkelnél és a CDU-nál, ezek a német vállalatok egyszer csak azt érezték, hogy Jézus Mária, ez az ember az életünkre tör. Nem, most ezt már csak tetézi, hogy éppen valamelyik legutóbbi kampányában, valamelyik pénteken elkezdte mondani, hogy a német vállalatok minket kirabolnak, és többet visznek haza, és így tovább, és így tovább. Tehát nyíltan megvádolta őket, hogy azok az állami támogatások, amiket kapnak, azok valójában mi kirablásunkat jelentik. Ha, pontosan, bocsánat, hogyha jól emlékszem, akkor azt mondta, hogy 6 milliárdot hoznak ide, és 8 milliárdot visznek ki. Hát ezt ugye rögtön bebizonyították, hogy nonsense, tehát ez nem létezik, de ez jut el az ő választóihoz. Jó, de most gondoljuk el, az ő választói eddig azt hallották, hogy ezek a német vállalatok, amelyeknek egyébként minden ünnepségén, minden szalagavatóján Orbán Viktor állt ott, az Audittól a Mercedesig, ezek a német vállalatok a mi csúcsvállalataink. Most egyszer csak kiderült, hogy ezek a német vállalatok a mi kirablóink. Na most ez megint csak a német menedzsernek a szemével nézzük ezt, amikor, és hallgassuk ezt. Tehát ez amikor németre lefordítják Orbán Viktor szavait. Tehát én azt gondolom, hogy az egész stratégia, amelyet most fölépített, és aminek a lényege, hogy a Donald Trump győzelmére fogadott, és a Trump győzelme esetén valljuk meg, ennek a stratégiának lett volna győzelmi esélye. Mert igenis Európát nagyon bekavarta volna, ha a Trump győz. És ő igenis egy Trump-pal a háta mögött megengedhette volna magának a pimaszkodást. Megengedhette volna magának, sokkal többen követték volna őt. Nem csak a lengyelek. Mert akkor a nagy Egyesült Államok áll mögötte. Az a, ha tetszik, tragédiája, hogy a nagy Egyesült Államok most már vele szemben áll, és nincsen tulajdonképpen a nagyhatalmak közül, nincs olyan, aki őt bármilyen módon igazán védeni tudná Európában. Mert Oroszországhoz nem tud fordulni, mert Európán belül Oroszországhoz fordulni egy lehetetlen vállalkozás. Még Lukasenkónak is nehéz. Oroszország nem is beszélve, hogy egy lengyel egy nagy tényező. Oroszország mindig is csak addig tartotta fontosnak, amíg Európában Orbán szembe megy a fő áramlattal. Csak ennyiből érdekes, semmi más szempontból. Így van. Ez pontosan igaz. Tehát erről van szó, hogy neki nem kell. Egyébként ez az a probléma, amit Boris Johnson Angliájának is éreznie kell. Európán kívül nem lényeges szereplő. Fölösleges vele tárgyalni. Ők Európán belül van jelentősége. Most arról nem is beszélve, hogy képzeljük el, hogy valaki Lengyelországot próbálja rávenni arra, hogy orosz szövetségeseivel a hátában támadja Európát. Tehát a dolog nem egy működőképes alternatíva. Tehát én csak visszatérve oda, az a nemzetközi számítás, amely neki 16-ban bejött, hogy Donald Trump győzött, és a trumpi populizmuson, és az akkori európai populista hullámra felülve lényegében végigcsinált egy következő 4 évet, ez egy óriási sikernek számít az Orbáni rendszerben, és ezt a sikert próbálta meg prolongálni. Én nem tudom, hogy őszintén hitte azt, hogy a Trump győz. Ezt tényleg nem tudom. Vagy egyszerűen nagyon nem is volt más politikai adója. Mert ha a nem Trumpra fogad, akkor nagyon nehéz, lehet, hogy kevesebb pofont kapna, de tulajdonképpen kétségtelen, hogy a Trump eltávozásával úgy, ahogy van ennek a populista hullámnak, legalábbis átmenetileg vége van. Sajnos nem végleg van vége, tehát vissza fog ez még jönni, de most átmenetileg biztos, hogy vége van. Köszönöm szépen a hallgatónak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van még valaki vonalban?
Nincs semmi? Jó. Akkor folytathatjuk. 3 percünk van. Hát ez egyetlen rövid kérdésre elég. Tegyük föl, egy olyan erúzió indult el a rendszeren belül, ami összeomlással fenyeget, de egy összeomlás akkor összeomlás, ha van egy alternatíva, mint ahogy a programokra erről beszélt, egy erő, egy politikai tömb, amelyik azt mondja magáról, hogy itt vagyok, és azt el lehet hinni, hogy ő tényleg itt van. Mert ha nincs ott, vagy nem hiszik el neki, akkor az összeomlás sokáig tart. A romok kihúzzák az idejüket sokáig. Így van. Hát ebből a szempontból, lehet, hogy közbe kérdeztem, vagy közbe szóltam, de az az igazság, hogy éppen erről szól az elmúlt időszaknak a története, hogy több országban is túlélte tulajdonképpeni bukását a politika. Hát látjuk, hogy a Brexit politikája túlélte tulajdonképpen az összes politikai erőt, és mégis lesz Brexit. Ez az, ami a tragikus. Tehát lehetséges, most azt kell mondanom szomorúan, hogy Orbán Viktor szerintem már korábban vesztett. De ennek azért nincs jelentősége, mert nem állt föl pont az a tömb, amiről beszélt. És még egy van, amit az az állandó várakozás, ami bennem van, és még sokakban, el nem tudtam volna hinni, hogy a Fidesz vagy a jobboldal ilyen mértékben lojális marad Orbán Viktorhoz. Tehát többek között például, hogy a vétó kapcsán egyetlen egy jobboldali politikus nem állt föl. Azért Lengyelországban mégis egy miniszterelnök helyettes azt mondta, hogy ezt már ne. Itt pedig nem tudunk még senkiről, aki hümmögni kezdett volna. Aki azt mondaná, hogy azért na-na. Na ebben például megint nagyon különbözünk a 80-as évek végétől, mert akkor mégiscsak az MSZMP-n belül emberek elkezdték mondani, hogy ezt ne. Itt most a rendszer a szakadék felé tart. Hát lehetetlen, hogy a kormányban ne legyenek emberek, akik nem látják, hogy ez egy őrült politika. És mégse szólnak. Lehetetlen, hogy ebben a pártban ne legyen ember, aki ne érzékelné, hogy ez egy őrült politika, és nem szólnak. Én még mindig várom azt, hogy valamelyik fideszes csapat föllázat. Egyszer egyébként meg akarja magát menteni. Hát itt a vége a mai beszélgetésnek. Köszönöm szépen, ez a mondat így ott marad a levegőben. Köszönöm, hogy itt volt velünk az elmúlt egy órában. Én köszönöm. Lengyel Lászlót hallották, a pénzügyi kutató ZRT elnök vezérigazgatóját. Hölgyeim és uraim, köszönjük a figyelmüket, Bálint Judit, Csernyász Judit, Józsa Márta, Kemény Dániel és Szénási Sándor készítette ezt a mai műsort. Még egyszer köszönjük a figyelmüket, minden jót!